Talán senki nem gondolt arra, hogy a múlt év március 11-én meghirdetett veszélyhelyzet következtében zárt ajtók mögé szoruló nagybőti készülődés és ünnepi szertartások után idén 2021-ben mindez megismétlődhet. Sőt, egy még fokozottabb lendülettel támadó harmadik hullám szinte lebénítja mindennapjainkat, és a virágvasárnapi passió átélésére sem lesz mód a megszokott formában. Időközben mindannyian sokat változtunk, és alkalmazkodva szorult helyzetünkhöz újabb és újabb utakat kerestünk egymás felemelésére, miközben mindennek végső értelmét kutattuk elménkben. A megrendítő út a Golgotáig sokak számára lett valóság, és most még mélyebben és még elszorultabb lélekkel azonosulhatunk a Mester Krisztus szenvedéseivel. Fájdalommal mégis a feltámadás mindent legyőző misztériumának tudatában indulunk hát újra meg újra a krisztusi keresztútra. Jézus odaért tanítványaival a Getsemáni nevű majorba. Üljetek le! Én arrébb megyek és imádkozom. Csak Pétert és Zebedeus két fiát vitte magával. Egyszerre szomorúság fogta el, és gyötrődni kezdett. Halálosan szomorú a lelkem. Maradjatok itt, és virrasszatok velem. Valamivel odébb ment, és arcra borulva így imádkozott. Atyám, ha lehetséges, kerüljön el ez a kehely. De ne úgy legyen, ahogy én akarom, hanem ahogyan te. Aztán visszament tanítványaihoz, de alva találta őket. Szemére vetette Péternek. Még egy órát sem tudtok velem vírasztani. Vírasszatok és imádkozzatok, nehogy kísértésbe essetek. A lélek ugyan készséges, a test azonban erőtlen. Másodszor is elment, és így imádkozott. Atyám, ha nem kerülhet el ez a kehely anélkül, hogy kéne igyam, legyen akaratod szerint. Amikor visszatért, megint alva találta őket. Erre otthagyta őket, újra elment, és harmadszor is ugyanazokkal a szavakkal imádkozott. Aztán visszament tanítványaihoz, és így szólt. Aludjatok csak, és pihenjetek. Elérkezett az óra. Az ember fiát a bűnösök kezére adják. Keljetek föl. Menjünk. Nézzétek. Itt jön, aki elárul. Még beszélt, amikor odaért Júdás, a 12 közül az egyik, s vele a főpapoknak és a nép féneinek megbízásából egy kardokkal és dorongokkal felszerelt csapat. Az áruló jelben egyezett meg velük. Akit megcsókolok, ő az. Fogjátok el. Azzal mindjárt Jézushoz lépett. Üdvözöllek, Mester! Mondta és megcsókolta. Jézus megkérdezte. Barátom, miért jöttél? Erre körülfogták Jézust, kezet emeltek rá és foggyul ejtették. Jézus kísérői közül az egyik kardjához kapott, kirántotta, a főpap szolgájára sújtott, és levágta a fülét. Jézus rászólt. Tedd vissza hüvelyébe kardodat. Aki kardot ragad, az kardáltal vészel. Vagy azt hiszed, hogy nem kérhetem atyámat, s nem küldene 12 légió angyalnál is többet?
De akkor hogy teljesülne be az írás, amely szerint ennek így kell történnie? Abban az órában Jézus azt mondta a tömegnek. Mint valami rabló ellen. Úgy vonultatok ki kardokkal és dorongokkal, hogy elfogjatok. Naponta ott voltam a templomban, és tanítottam. Mégsem fogtatok el. Ez mind azért történt, hogy beteljesedjenek a próféták írásai. Erre a tanítványok mind elhagyták, és elmenekültek. Akik elfogták Jézust, Kajfás főpap elé hurcolták. Ott már együtt voltak az írástudók és a nép vénei. Péter messziről követte egészen a főpap palotájáig. Bement és leült a szolgák közé, hogy lássa, mi lesz a dolog vége. A főpapok és az egész főtanács hamis bizonyítékokat kerestek Jézus ellen, hogy halálra ítélhessék. De mivel nem találtak, sok hamis tanú jelentkezett. Végre jött kettő, s így vádaskodott. Azt állította. Le tudom bontani az Isten templomát, és 3 nap alatt újra fel tudom építeni. A főpap erre felállt, és megkérdezte. Nem felel semmit arra, amivel ezek vádolnak? Jézus hallgatott. A főpap folytatta. Esküvel kényszerítlek az élő Istenre. Mondd meg, te vagy a Messiás, az Isten fia. Magad mondtad. De mondom nektek, mostantól látni fogjátok az ember fiát, amint a hatalom jobbján ül, és amint majd eljön az ég felhőin. A főpap erre megszaggatta ruháját, s felkiáltott. Káromkodott. Mi szükségünk van még tanukra? Magatok is hallottátok a káromkodást. Mi a véleményetek? Méltó a halálra kiabálták. Aztán szembe köbdösték, és ököllel verték. Mások arcul ütötték, és közben kérdezgették, talált ki Messiás, ki ütött meg. Péter kint ült az udvaron. Oda ment hozzá egy szolgáló, és megszólította. Te is a Galilea Jézussal voltál. De ő mindnyájuk hallatára tagadta. Nem értem, mit beszélsz. Amikor kifelé tartott a kapun, egy másik szolgáló is észrevette. Ez is a názáreti Jézussal volt, mondta a többieknek. Megint tagadta, most már esküvel. Nem ismerem azt az embert. Röviddel ezután az ott állók körül fogták Pétert és bizonygatták. De bizony, közéig tartozol te is, hiszen beszéded is elárul. Erre már esküdözni és átkozódni kezdett. Nem ismerem azt az embert. Azon nyomban megszólalt a kakas. Péternek akkor eszébe jutott Jézus szava. Mielőtt a kakas szól, 3-szor megtagadt. Kiment, és keserves sírásra fakadt. Amikor megvirradt, a főpapok és a nép vénei tanácsot tartottak, és elhatározták, hogy halálra adják. Megkötözték, elvezették, és átadták Pilátus helytartónak. Amikor Júdás, az áruló, látta, hogy elítélték, megbánta tettét, és visszavitte a 30 ezüstöt a főpapoknak és a véneknek. Vétkeztem. Elárultam az igaz vért. Mi közünk hozzá? Válaszolták. A te dolgod. Erre az ezüstöt beszórta a templomba, aztán elment, és felakasztotta magát. A főpapok felszedték a pénzt, de úgy vélték, nem szabad a templom kincstárába tenni, mert vérdíja. Tanácsot tartottak, és megvették rajta a fazekas telkét az idegenek számára temetőnek. Ezért hívják azt a telket még ma is vérmezőnek. Így beteljesedett, amit Jeremiás próféta jövendölt. Fogtam a 30 ezüstöt, annak árát, akit ennyire becsültek, akit Izrael fiai becsültek ennyire, és a fazekas telkéért adták,
ahogy az Úr parancsolta nekem. Közben Jézust a helytartó elé állították. A helytartó megkérdezte tőle. Te vagy a zsidó királya? Te mondod. Felelte Jézus. A főpapok és vének vágyaira azonban nem felelt semmit. Erre Pilátus így szólt hozzá. Nem hallod? Mi mindennel vádolnak? De ő egyetlen vágyukra sem felelt. Ezen a helytartó igen meglepődött. Az ünnep napján a helytartó szabadon szokott bocsátani egy rabot, a nép kívánsága szerint. Volt akkor egy hírhet rabjú, Barabásnak hívták. Pilátus kérdést intézett hozzájuk. Mit akartok? Melyiket bocsássam el a kettő közül? Barabást vagy Jézust? Akit Krisztusnak mondanak? Tudta ugyanis, hogy csak irigységből adták kezére. Míg ott ült ítélő székében, a felesége üzenetet küldött neki. Ne legyen közöd annak az embernek a dolgához. Az éjjel álmomban sokat szenvedtem miatta. A főpapok és a vének felbújtották a népet, hogy Barabást kérje ki, Jézusnak pedig kívánja halálát. A helytartó tehát föltette a kérdést. Mit akartok? Melyiket bocsássam el a kettő közül? Barabást kiáltott. Pilátus tovább kérdezte. Hát Jézussal, akit Krisztusnak mondanak, mit tegyek? Mind azt kiabálták, keresztre van. De hát mi rosszat tett? Kérdezte. Annál inkább ordították, keresztre van. Pilátus látta, hogy nem megy semmire, sőt a zajongás még fokozódik. Vizet hozatott, és a nép szeme láttára megmosta kezét. Ennek az igaz embernek vére ontásában én ártatlan vagyok. Ti lássátok. Erre az egész tömeg zúgta. Vére rajtunk és fiainkon. Akkor szabadon bocsátott a Barabást. Jézust pedig megostoroztatta, és átadta nekik, hogy feszítsék keresztre. A helytartó katonái bevitték Jézust a helytartóságra, és oda gyűjtötték köré az egész helyőrséget. Megfosztották ruhájától, bíbor színű köntöst adtak rá. Tövisből koszorút fontak, fejére tették, jobb kezébe pedig nátszálat adtak. Aztán térdet hajtottak előtte, és így gúnyolták, üdvözd légy, zsidó királya. Közben leköbdösték, fogták a nádat, s verték a fejét. Miután így csúfot űztek belőle, levették róla a palástot, és ráadták saját ruháját. Aztán elvezették, hogy keresztre feszítsék. Amint kifelé vonultak, találkoztak egy Simon nevű cirenei emberrel. Ezt kényszerítették, hogy vigye a keresztet. Fölértek arra a helyre, amelynek Golgota, vagyis koponyák helye volt a neve. Itt epével kevert bort adtak neki inni, de amikor megízlelte, nem akarta meginni. Aztán keresztre feszítették, és sorsot vetve megosztoztak ruháján, majd leheveredtek és őrizték. Feje fölé táblát tettek, amelyre elítélése okát írták, ez Jézus, a zsidók királya. Vele együtt két gonosztevőt is keresztre feszítettek, az egyiket jobbról, a másikat balról. Az arra menők káromolták, s fejüket csóválva mondogatták. Te, aki lebontod és harmadnapra fölépíted a templomot, szabadíts meg magad! Ha Isten fia vagy, szállj le a keresztről!
Ugyanígy gúnyolódtak az írástudókkal és a vénekkel együtt a főpapok is. Másokat megmentett, de magát nem tudja megmenteni. Ha Izrael királya szálljon le a keresztről, s akkor hiszünk neki. Az Istenben bízott, mentse hát meg, ha akarja. Hisz azt mondta, Isten fia vagyok. Ilyen módon gyalázták a vele együtt megfeszített gonosztevők is. A 6. órától a 9. óráig sötétség borult az egész földre. 9 óra tájban Jézus felkiáltott, hangosan mondva, Éli, Éli, lamma sabachthani. Én Istenem. Én Istenem, miért hagytál el engem? Ezt hallva az ott állók közül néhányan megjegyezték, Illést hívja. Egyikük rögtön odaszaladt, fogott egy ecetbe mártott szivacsot, rátűzte egy nátszárra és inni adott neki. A többiek meg így beszéltek. Hadd lássuk, eljön-e Illés, hogy megszabadítsa. Most Jézus még egyszer hangosan felkiáltott, és kilehelte lelkét. Erre a templom függönye ketté hasadt, felülről egészen az aljáig. A föld megrendült, sziklák repedtek meg, sírok nyíltak meg, és sok elhunyt szentnek feltámadt a teste. Feltámadása után előjöttek a sírokból, bementek a szent városba, és többeknek megjelentek. A százados és a többiek is, akik Jézust őrizték, a földrengés és a történtek láttára igen megijedtek. Ez valóban Isten fia volt, mondták. Messziről több asszony figyelte, mi történik. Olyanok, akik Galileából eddig kísérték és gondoskodtak róla. Köztük volt Mária Magdolna, Mária, Jakab és József anyja, és Zebedeus fiainak az anyja. Amikor már estére járt az idő, jött egy József nevű jómódú arimateai ember, aki maga is Jézus tanítványa volt. Bement Pilátushoz, és elkérte Jézus testét. Pilátus elrendelte, hogy adják ki neki. József levette a testet, tiszta gyorcsba göngyölte, s sziklába vájt új sírboltjába helyezte. Végig néztük, végig elmélkedtük, végig hallgattuk, elcsendesültünk a keresztút alatt. A keresztúti ájtatóság a katolikus egyház életében egy megszentelt ájtatósági forma, amelyben a hívek felidézik az értünk szenvedő Krisztusnak szenvedésének állomását. 14 állomást sorol föl az egyház liturgiája, amely jelképesen megmutatja Jézusnak a kereszt hordozását, megmutatja Jézus Krisztusnak eleséseit, találkozását az édesanyjával, Veronikával, Cirén és Simonnal. Érdekes történetnek számít, és nekünk tulajdonképpen egy tükör, amelyben mi magunk is belenézünk, magunkra ismerünk, a kereszt hordozásban, a szenvedésben, a megvetésben, az elítélésben, amikor elesünk, amikor bűneink, gyengeségeink
bennünket is a földre sújtanak. És érezzük, hogy nem maradhatunk ott, hanem fel kell állni, tovább kell menni, erőt kell gyűjteni, Krisztus példája nyomán. A keresztút ebben segít bennünket. Csodálatosan erőt ad, hogy Jézus Krisztussal egyesüljünk, Jézus Krisztussal együtt végigjárjuk. Ő előttünk, most mi pedig vele a keresztutat. Az ember életében számtalan ilyen eset van, amiben a keresztúton most felismertük önmagunkat. Áldott szavaiért Krisztusnak, gyalázkodását, káromkodását, amit kapott, jó tetteket, a csodáért, az ostorcsapásokat, alázatáért fejére tették a tövis koronát, s hogy halála is szégyen teljes legyen, ráadásul kereszt halálra ítélték. Ő vállalta mindezt, zúgolódás nélkül, az atya iránt való engedelmességből, az emberek való és az emberek iránt való végtelen szeretetéből. Csodálatos. Ezért a számunkra a keresztút nem más, mint egy tükör. Belenézzük, és találkozunk Jézus Krisztussal, aki értünk hordozza a keresztet. Megváltó Jézus irántunk való szeretetéből vállalta veszi a keresztet, és vitted a Kálvárián. Engedd, hogy lélek utunkon mi is végig kísérjünk tovább. Adj nekünk részvevő lelket, hogy szenvedve veled együtt átérjük. Adj bánatos szívet nekünk, hogy bűnénket őszintén meg tudjuk síratni. Adj erőt nekünk, hogy bűnénktől megtérjünk. Adj erőt és szeretetet, hogy ezentől Istennek tudjunk élni, megváltozzunk a keresztút végét. Fogadd el ezt a keresztúti áltatosságot a mennyei enyhülésre, az Anyaszent Egyház szabadságáért, felmagasztalásáért, hogy hűségesen megerősödjünk, hogy ne maradjunk közömbösek, ne ingadozzunk tovább az életünk folyamán. A keresztúton így találkozunk Krisztussal. Ezek az élmények azok, amelyek bennünket vezetnek, amelyet mi felismerünk, és amelyek később erősítést adnak. A keresztút a liturgiában azt hirdeti, hogy megindult a szemléjük a keresztnek a titkát, a kereszt misztériumát. Mégpedig nem csak úgy megemlékezésképpen, hanem önmagunkban is újra megéljük az Úr fájdalmas kínszenvedését, amelyet bűn nélkül, értünk bűnösökért, értünk emberekért, testvérért végzett és végigjárt. Földi életében hangosan kiáltozva, könnyek között imádkozott s könyörgött ahhoz, aki meg tudja menteni őt a haláltól. A Getsemáni halál küzdelmének vízhangja. Abba, Atyám, te mindent megtesz, vedd el tőlem ezt a kelyet. De úgy legyen, hogy én akarom, hanem Atyám úgy, mint te. Az Atya akarat iránti engedelmességben átadja magát a halálnak is, miután megiszlelt annak keserűségét, a feltámadással megszabadult tőled, és így örök üdvösséget szerzett mind azoknak, akik engedelmeskednek neki. Csodálatos út a keresztút, a mi lelki gyakorlatunk, a mi erősödésünk, majdnem azt mondanám, mint egy belénk átjövelő új vér átömlesztés lenne. Megértjük a szenvedést, amelyet értünk vállalt, és megértjük, hogy nekünk is szenvednünk kell, azért, mert mi is szeretjük őt, és így jutunk az égbe. Befejezésül Nolai Szent Paulunis hadd idézzem. Ó kereszt, kimondhatatlan szeretete, kereszt az ég dicsősége, kereszt örök üdvösség, kereszt, amitől a gonoszak rettegnek, az igazak támasza, keresztények világossága. Ó kereszt, a megtestesült Isten, érted lett a földön rabszolga, az ember áldalad lett a mennynek király. Belőled árad az igazi fény, és győzi az átkozott éjszakát. Te vagy a béke köteléke,
egyesítsd az embereket közvetítő Krisztusunkban, aki végig járta a keresztutat értünk. Ő lett a lépcső, amin az ember feljuthat a mennybe. Ma megismertük az utat, s a lépcsőt az ég felé.